Kihirdették a versenytárgyalást a munkálatok befejezésére az Észak-Erdélyi autópálya Maruskece és Aranyosgyéres közötti szakaszán, jelentette be Facebook oldalán Katalin Drulla közlekedésügyi miniszter. A tárcavezető emlékeztetett, hogy a problémás strádaszakasz megépítésére vonatkozó pályázatot 2015-ben hirdették meg, a munkálatok pedig egy évre rákezdődtek el. A 15 kilométeres pályaszakasznak 12 hónap alatt kellett volna megépülnie, de 2021-ig csak 40%-ban készült el, majd a kivitelező cég fizetésképtelenné vált. Katalin Drulla felidézte, mivel idén 5 hónap alatt csak 1%-nyit haladtak a munkálatok, a közúti infrastruktúráért felelős országos társaság felbontotta a szerződést, július elején pedig a bíróság kimondta, csődeljárás indulhat a cég ellen. Ez a döntés még nem végleges, de lehetőséget adott arra, hogy újabb versenytárgyalást hirdessenek meg. Ez azt jelenti, hogy a fennmaradó munkát 18 hónap alatt kell elvégezni, ezt megelőzően a nyertes cégnek 3 hónap áll rendelkezésére a tervezésre. A munkálatokra 60 hónapos garanciát kell vállalnia. Az ajánlatokat szeptember 15-ig lehet benyújtani. Ha időközben a bíróság nem erősíti meg a csődeljárásról szóló döntést, akkor a meghirdetett versenytárgyalást fel kell függeszteni.